Az elmúlt hét második felében Budapesten rendezték meg az ökölvívók 93. felnőtt országos bajnokságát. A Gerevics Aladás sportcsarnokban 49 egyesület 104 bunyósa lépett szorítóba. A nyíregyházi színeket egy ökölvívó képviselte a fővárosban. Kovács Rihárddal 60 kg-ban vettünk részt az OB-n. Titokban bíztunk abban, hogy esetleg meg tudja nyerni élete első felnőtt országos bajnokságát. Egész a döntőig úgy is nézett ki. A döntőben sajnos az ellenfél akarata érvényesült, úgyhogy ez még egy picit várat, egy évet még magára. A 19 éves boxoló két győztes meccsel jutott el a fináléig, úgy, hogy az elődöntőben a kétszeres olimpiai résztvevő, Európa-bajnoki bronzérmes, hétszeres magyar bajnok Varga Miklóst győzte le egyhangú pontozással. Először egy debreceni sráccal boxoltam. Most én nem szoktam senkit lebecsülni, és simán vertem, hál' Istennek. Második nap boxoltam egy Varga Mikivel, aki igazán képzett bunyós, és egy jó technikával sikerült nyernem. A vezetőedző szerint az eredmények alapján elégedettek lehetnek a 2016-os esztendővel. Elég jó évünk van, van felnőtt bajnokunk, két felnőtt ezüstérmünk van, ugye női férfi szakosztályban vannak érmeink utánpótláskorúakban is, úgyhogy a profikkal is jól szerepeltünk, van profi Európa-bajnokunk, úgy gondolom, hogy ne legyen rosszabb, csak jobb. Nagy Lajos a hétvégén a WBO ifjúsági világbajnoki címéért szorítóba lépő Szabó Szabolcs edzőjeként Jekaterinburgba utazik egy profi gálára. A nyíregyházi versenyzők már pihenőjüket töltik, január elején kezdik majd el a felkészülést a következő szezonra.